Sziasztok! Ma is saltimbocca fogunk főzni. Egy nagyon ismert olasz étel, könnyű, gyors és isteni finom. Egy tormás krumpli pürével iratkozzatok fel az Ecofamily YouTube csatornára, hogy tudjunk együtt főzni ezeket a jó recepteket. Még mindig karácsony van. Azért döntöttem a saltimbocca, mert egyszerű, nagyszerű étel. Általában mindenki szereti, van benne a vaj íze, a zsája. Kezdünk a krumpli pürébe. Hideg víz, rokkos tűz. Tegyünk bele egy kis só, neki kell hát egy 20 perc. Közben készítsünk meg a hús a saltimboccához. Kell ahhoz egy kis sütőpapír, mert le akarunk lofolni a hús. Levágtam ilyen szelet, ez egy borjú comb használom. A saltimbocca több fajta húsból meg lehetne csinálni. Valaki csinálja a sertesból, valaki csinálja a csirkeból. Az eredeti, ez borjúból. Nem kell nagyon lofolni, csak egy picike olyga a húsnak a rostja bontjunk meg, mert akkor sokkal puhabb lesz. Ezt is. Két főre fogom főzni, kettő szeret elég. Parmai sonka, itt van. Fogpiszkálok. Első szeret hús, parmai sonka. Egy szeret elég rá. Itt rakjunk, hogy bent maradjon. Zsája. A nagyobb levelet találtok, akkor egy darab. Én most szerintem belerakom kettő, mert nem túl nagy. Egy kicsit nehézebb lesz a fogpiszkálóval megfogni minden kettő. De nem probléma, mert nem fogunk forgatni. Egy kis liszt, de csak az átsó részed, fönt nem kell. A másikkal ugyanezt csináljunk. Sonka, megint. Ez is. Kettő. Tegyünk ide. Fogpiszka. Itt bent. És itt megy ki. Tegyünk egy kis liszt. És már kész is a saltimbockánk. De csak sütni kell. Úgy látom, hogy megvagyunk a krumplival. Kiszúrjunk a víz. Tegyünk rá egy kis vaj. Még egy kis tej. Kezdünk nyomni. Nagyon jó illat jön. Egy kis só tegyünk bele. Még egy kis tej. Nem tudjunk nélkülözni. Szerecsen dió. Szépen kis cuki reszelővel. Ne használjunk sokat, mert majd utána a torma lesz ennek a lényeg a vége. Ez pihenjen itt, és megsütünk a hús. Egyelőre középső tűz, kis vaj, még egy kis olívaolaj. Csak azért, mert nem akarom megégetni a vaj. Kezdünk a lassú tűzzel, ameddig elolvad egy kicsit a vaj. Utána felhúzunk, és utána tegyünk rá a húsikat. Ez pont jó hőmérséklet, tegyünk bele a húsi. Így, meg így. Közép tűz legyen, nem túl erősen, mert nem akarom még megégetni a vaj, mert a vaj megéget, utána ilyen kesernyes íze van. Nem fogunk sem fordítani se semmit, csak egy oldalon kapjon nagyon nagy hőmérséklet, és a felső részed is megsül. Ez egy friss borjú, gyorsan megvan meg a sütés. Mozgassunk egy kicsit. Amikor majdnem fél sütésnél vagyunk, akkor tegyünk rá fehér bor. Oh. Super. Egy kicsit átlocsoljunk, hogy mindenhova menjen kis barna színű, maga a vaj, és pont jó. Tudjunk lejjebb vinni a tűz egy kicsit, de amúgy már készen is van. Belerakjunk itt egyelőre egy tányérba, csak úgy. Hú, de jó. Sűrítsünk meg egy kicsit, még egy kis vaj. Belerakjunk, nagyon pici víz. Vissza is indítom egy kicsit, hogy kapjon meg egy kis ömerséglet, mert nem volt forró a víz. Szépen! Kipucoljunk minden. Megvan egy kis, szép szósz, amit utána rálöcsöljünk. Valaki belekeveri a torma krumplipürében, én inkább úgy fogom csinálni, hogy teszem egy kis krumplipüré. Oda rakom egy kis torma a felső részed. Így. Még egy kis krumplipüré fönt. Itt. És a vége, meg rakjunk rá a tormát, tegyünk egy saltimbocca. Lesűrítettünk még a szósz, még egy kicsit. Rakjunk bele egy kicsit a krumplipüré is, csak fönt. Kóstoljunk meg, tökéletesen megsült. A saltimbocca fantasztikus, érezni a vaj, egy kicsit karamellizálta a zsája. A parmai sonka kiadta nekem a só a húsra. Ezen a Szerintem nagyon jó parosítás. Találkozunk legközelebb, és boldog karácsony mindenkinek!
Buon Natale. Ciao.